Ez a tábla ugyan tájidegen a szekszárdi Lankák gyűrűjében, mégis azt jelzi, a város komolyan foglalkozik a mészői hagyaték őrzésével. Ácsezső polgármester erről is szólt az író nevét viselő magasiskola megnyitóján. Terveink szerint 2020 év közepére, lehet, hogy a következő alkotótáborra már át is tudjuk adni majd magát az épületet, szeretnénk megmenteni, és szeretnénk a jövő irodalmárainak majd felkínálni, mint egy alkotóházat, ahol egy kicsit magába tud mindenki szállni, egy kicsit a hely szellemét be tudja fogadni, és bízom benne, hogy ezzel újabb vonzerőt tudunk Szekszárdon felmutatni az irodalom, a kultúra szerelmeseinek, és azáltal még többen fognak majd ellátogatni Szekszárdra. Az egykori mészői tanya helyén létrejövő alkotótábor megépültéig nem állt meg az élet. Az idei a 7. összejövetele azoknak, akik fontosnak tartják a tanulás mellett mészői szellemiségének őrzését. Szilesi László, a kurzus egyik vezetője azt mondja, a munkák mutatják a rendszeres visszatérők fejlődését. Idén nem vicceltünk, mert a szabadság lett a témája az írótábornak. Ez nyilván sok irányból, minden irányból veszélyeztetett valami, és akkor talán meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet a szabadságunkra vigyázni, és milyen körülmények fenyegetik a személyes, a közösségi szabadságunkat, és reméljük, hogy az írás művészete vagy a nyelvvel való foglalatosság az segít nekünk ebben. A 7. Mészöly Miklós Magasiskola résztvevőinek közel fele visszatérő a kurzuson. Mindez mutatja, hogy az itt szerzett tapasztalatok fontosak az irodalommal foglalkozók számára.